Na sziasztok srácok, én Dani vagyok, és ebben a mai videóban szeretnék bemutatni nektek három pénzszerzési lehetőséget a GTA Online világából. Ugye pár nappal ezelőtt jöttek különböző akciók és bónuszok, ezeket a leírásban megtaláljátok, hogyha szeretnétek átnézni. Általában hetente vagy két hetente szoktak ilyenek jönni, szóval amiket most bemutatok dolgokat, azokat a későbbiekben is meg tudjátok majd csinálni, csak nyilván más lesz az adott verseny, de mindjárt megértitek, hogy miért mondtam ezt. Rögtön itt vagyunk az első pénzszerzési lehetőségünknél. A térképen ezt úgy találjátok meg, hogy Premium Race. Ennek tulajdonképpen annyi a lényege, hogy minden héten valamelyik versenypályára ráteszik ezt a Premium jelzőt, ami által háromszoros RP-t, illetve hogyha az első három hely valamelyikén végeztek, akkor akár 100 000 dollárt is lehet nyerni. Amit tudni kell ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy 20 000 GTA dollár az úgymond nevezési díj, és ezek a versenyek ilyen non-contact versenyek, ami annyit jelent, hogy ugye nem lehet ütközni, tehát ilyen szellemautókkal mentek. Ez igazából a fair play megőrzése miatt van, így gondolom én. Szerintem nem egyszer volt nektek sem az, hogy mentetek az első helyen, aztán valaki így kiütött az utolsó körben titeket. Úgyhogy ennek az elkerülése miatt van ez így megoldva, én szerintem. Szóval itt, ami számít, hogy kifutja a legjobb időt és kiér be legelőször a célba. Én a verseny végén megpördültem, meg alapból is elég rossz autót választottam, mert az X80 Proto helyett én a Pfister 811-jel mentem. Én úgy voltam vele, hogy a Pfister 811 az kicsit jobban kanyarodik, úgyhogy megpróbáltam azzal, de ha rám hallgattok, akkor inkább az X80 Proto-t válasszátok. És ugye itt láthatjátok, amit az előbb említettem, hogy mennyi pénz, illetve RP jár a helyezéstől függően. A második pénzszerzési lehetőség az nem más, mint a Time Trial verseny, ahol mindig egy adott időt kell megverni, és ha ez sikerül, akkor általában olyan 51-52 ezer GTA dollár a díjazás, de ezt már több előző videómban is bemutattam. Direkt bent hagytam a videóban az egész utat, hogy lássátok, hogyan lehet a leggyorsabban beérni, és mivel a hegyekben meg különböző dimbes dombos részeken kell menni, ezért elég nehéz megcsinálni, de mindenképpen megéri szerintem. Egyébként ezek a time trialok is mindig megtalálhatóak a térképen, csak az változik, hogy honnan hova kell menni. Vannak kicsit könnyebb pályák, vannak kicsit nehezebbek, én szerintem ez egy picit nehezebb pálya, de amiket időket megadnak, azokat lehet teljesíteni, meg lehet őket verni, hiszen ha nem lehetne, akkor mi értelme lenne ennek a versenynek. Ami nagyon fontos, hogy tudni kell, hogy mikor kell motorral menni, meg mikor kell autóval. Szóval ezen a pályán például sokkal könnyebb így motorral megcsinálni, mint meg végigmenni, mint sem autóval, hiszen végig ilyen hegyes, meg dombos részeken kell menni. Na és hát, ahogy ugye említettem az elején, itt az 52 ezer, amit megkaptok, hogyha teljesítitek ezt a versenyt. És hát elérkeztünk a harmadik és egyben utolsó lehetőségünkhöz. Ez nem más, mint a pár napja érkezett Target összeolt játékmód, aminek a magyar fordítása az, hogy céltámadás. Ez szerintem egy elég sokat sejtető név. Ha szeretnétek ezt a játékmódot elindítani, akkor a Rockstar Created-en belül egyből az első lesz az, vagy pedig a másik lehetőség, hogy fogadjátok el valamelyik invite-ot a telefonotokon, hiszen úgyis egész nap küldözgetik. Összesen 7 pálya készült el ebből a versenyből, szerintem mindegyiket érdemes kipróbálni. Nekem, megmondom őszintén, ez az egyik kedvenc játékmódom az utóbbi időkből. És méghozzá azért, mert végre egy olyan verseny, ami nem csak arról szól, hogy ki ér be elsőnek, hanem itt tényleg csapatban kell dolgoznod egy teljesen random játékossal, és nagyon fontos, hogy mindkettőtök jól tudjon vezetni, illetve lőni is. Ez azért fontos, mert körönként változik a szerepetek. Lehet, hogy az egyik körben te vezetsz, és a másik játékos az, aki lövi a céltáblákat, de a következőben már teljesen fordítva van az egész. Nyilvánvalóan sokat számít, hogy milyen társat kapsz, mert ha rendszeresen olyanokkal dob össze, akiknek nem igazán erősségük egyik sem, akkor egy idő után biztos, hogy kicsit kontrollertörő érzés lesz, de erre is van egy megoldás, hiszen az elején a beállításoknál ki lehet választani, hogy kivel szeretnél együtt lenni, illetve hogy mit preferálsz jobban, lőni vagy esetleg vezetni, és hogyha szerencséd van, akkor azzal dob össze, akit bejelöltél. Ilyenkor nem lebecsülve az alacsony szintűeket, de érdemes a legnagyobb szinten rendelkezőt megjelölni,
de ez természetesen csak egy jó tanács. Ami még fontos, hogy mivel pontokat szereztek a céltáblák lövésével, ezért akár akkor is nyerhettek, hogyha az utolsó helyen végeztek a verseny alatt, szóval emiatt is nagyon tetszik nekem ez az új játékmód, mert ahogy említettem már az elején, tényleg itt nem csak az a lényeg, hogy ki végez legelőrébb a versenyben. Április 9-éig dupla szorzó van ezen a versenyen, és ezáltal egész jó pénzt össze lehet vele farmolni rövid idő alatt. Főleg ha beállítjátok maximumra a körök számát, akkor akár egy verseny alatt több mint 50 ezret is kereshettek vele, és plusz még ugye a dupla RP, ami szintén egy egészen nagy szám lesz. Itt láthatjátok, hogy az első helyezettek 40 ezer GTA dollárt kaptak, és emellett 8000 RP-t is, sőt még a második helyezettek is 8000 RP-t kaptak. Úgy, hogy összvisz 4 kör volt beállítva, nem is volt maxra állítva a körök száma. Szóval főleg alsóbb szinteken, de még szerintem akinek kicsit magasabb a rankja, azok is elég gyorsan tudnak így lépegetni felfele. Viszont ennyi lett volna ez a mai videó, én remélem, hogy tudtam bele segíteni, vagy valamilyen új információt mondani. Ha tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot, ha pedig szeretnél még hasonló videókat látni, akkor iratkozz fel. Én Dani voltam, a következő videóban találkozunk. Sziasztok! The storms we chase are leading us in love.